beszéljünk arról, hogy hogyan kell átmenni a magyar határon. Hát a magyar határról így konkrét elképzelésem nem volt, még soha nem láttam a határt. Úgy gondoltam, hogy 100 méterenként lehetnek ilyen őrbódék, és abban a határőrök vigyáznak a határa. És gondoltuk, hogy éjszaka átkúszunk a határa. És hol akartak átmenni? A Tiszánál Röszkénél. Nem vettük észre, hogy egy ilyen vasúti, nem tudom mi ő, vagy mi határőr volt már. Nem vettük észre, hogy háttal álltanak a bódénak, és mi azt csak egy ilyen egyszerű kis valami szerszámlaktárnak néztük ott, hogy esetleg a sínne elromlik, vagy valami. És nem figyeltünk oda, és nyugodtan mentünk tovább, és mikor már elmentünk a hátunk mögött, akkor szóltak, hogy álljunk meg. Ahogy akart Olaszországba kijutni? Azért gondoltuk, hogy valahogy elrejtőzünk majd egy hajón. Amire a hajóra csak olyan könnyen fel lehet jutni? Mert kik meséltek arról, hogy hogy lehet oda feljutni? Hát nem meséltek senki, de... Hát azért mondom, hogy a hajó... Hát mi volt a fantáziájuk? Hogy jutnak fel a hajóra például? Hát, hogy éjszaka beúszunk rá. A hajóra? Igen. És hogy mentek volna fel a hajóra? Vagy a horgony kötélen, vagy pedig a stéknél. Fogadták el. Ez nevetséges, de a délibe. Akkor kivel akartam? A lová. Egy haverommal akartam menni, és amikor én lementem vécére, hát ő elég ilyen huligános kinézése volt, farmerba volt, szakállas volt. A rendőr igazoltatta, mert elég sokat vártunk ott. Fejsz Imre 25 esztendős, matrózként dolgozott, 1966-ban illegálisan hagyta el az országot. 1970-ben jött vissza, azóta itt dolgozik a fűtőházban. Mikor kiment, hova került először? Mikor kimentem, akkor először Ausztriába kerültem egy menekült lágerbe, ahol körülbelül 3 hétig voltam. Ennek keretében volt aztán egy bizonyos zárt láger, ahol az embert kifogadták mindenféléről. Több mint egy évig éltem Ausztriába, ugye. Jól, rosszul? Hát Ausztriában nem volt valami fényes, mert voltam 3 hónapig munkanélkül, és ugye, hogy ezt nem lehet.